Azt hiszem érdemes lesz ellátogatni a Liceum galériába, hiszen nem minden nap láthatjuk egy Oscar-díj jelölt filmrendezőnek a képeit a galériában. Most viszont egy másik hírrel folytatjuk a műsorunk végén a sporttal. Kezdődik a rajta vízilabdába is a hétvégén. Köszöntöm stúdiónkban csapatunk edzőjét, Tóth Pétert és Molnár Attilát, az egyik játékosunkat, akitől úgy gondolom, hogy sokat vár az edző, mint mindegyiktől. Talán a bevezetésben egy picit tekintsünk vissza az őszre. Hogyan sikerült a zárás, hogyan értékeli az eltelt idő munkáját, hiszen először volt NB1-B is a csapat. Igen, mint hogy említetted, első szezonunk volt OB1-B-ben. Azt mondani, hogy jól sikerült az első fél évünk, hiszen felsőházba kerültünk, 1-től 9. helyen fogunk játszani. Úgy gondolom, hogy mindent megpróbáljuk a maximumot kihozni ebből a rájátszásos időszakból. Maga a felkészülésünk jól sikerült. Ugye november végén játszottuk az utolsó bajnoki mérkőzést, jöttek az ünnepek, január elején kezdtük a felkészülést. Január az nagyon jól sikerült felkészülési szempontból, hiszen a játékosaimnak vizsgai időszak volt, úgyhogy ráértünk délelőtt, délután edzeni, tehát heti 8-10 edzést meg tudtunk csinálni. Hogy bírták ezt a terhelést, Attila? Jól. Ment azért a csapatnak együtt? Ment, igen, az elején azért nehéz volt így a karácsonyi meg a szilveszteri pihenés után a futások, ugye Peti belehajtott rendesen. Konditermi edzések is voltak, az is egy óra a súlyzózás, meg hát víz is, de jól sikerült, úgy érzem. És milyen volt megszokni a magasabb osztályt a csapatnak? Úgy gondolom, hogy nem volt nehéz, nem volt probléma vele. Szóval minden rendben van. Melyik volt a legemlékezetesebb meccse? Hogy emlékszik vissza? Az első meccsünk az itthoni kanizsai, az volt szerintem egy nagyon nagy bravúr, meg a végén, mikor már sorsdöntő volt, hogy bejutunk-e az első kilencbe, akkor a MAFC ellen fönt Pesten. Ez azért is siker, mert hiszen a szakemberek is úgy emlegetik, hogy megerősödött az NB1-B, tehát azért nem volt egyszerű ennek a színvonalnak megfelelni. Érezni lehetett ezt a srácokon is a játék közben? Persze, természetesen. És igazából, hogy mennyire erős az OB1-B, az majd most fog kiderülni, hiszen most már tényleg csak az első 9 legjobb csapat játszik itt a felsőházban, és a hétvégén pont egy olyan rangadóra utazunk, az Asi Vasashoz, aki a felnőtt OB1-es Vasas plakettnek a úgymond fiók csapata. Olyan játékosok játszanak, akiket a Vasas plakett nevelt ki, és igazából hát egy nagyon komoly mérkőzés lesz. És úgy gondolom, hogy hát nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de mivel hogy annyira nem ismernek minket, tehát egy ilyen kis meglepetést szeretnénk okozni. Reméljük sikerül. Mely csapatok lesznek a legerősebbek? Hogy látja a mezőnyt most? Hát amit már most említettem, ez az Asi Vasas, ez egy nagyon erős csapat, illetve a tavalyi bajnok Íbül Miklós főiskola, valamint a Tatabánya, aki szintén nagyon megerősödött, Szeged. Én úgy gondolom, minden meccs kiki mérkőzés lesz, tehát egy-két góllal nyerhetünk, egy-két góllal kikaphatunk, úgyhogy jó meccsek várhatók. Hogy látja így a fölkészülés végén a rajt előtt, mit sikerült elérni a csapattal? Mik lesznek az erényei? Amint már említettem, úgy gondolom rendesen komolyan végigcsináltuk a felkészülési időszakot. Mind fizikai részben, tehát futás, úszás, kondicionált edzések, illetve sikerült jó edzőmérkőzéseket lekötnünk. A Cetefeger ifjúsági csapatával szinte minden héten kétszer legalább játszunk. A másik városi OB1-B csapattal, az Egri Vízművel is szoktunk játszani. Most 4 napot itt töltött az Íbül OB1-B csapata edzőtáborba. Ők minden évben jönnek, velük is játszottunk. A Kassa csapatával is játszottunk előkészületi mérkőzéseket, úgyhogy úgy gondolom, hogy jó lett, de hát a felkészülésük jól sikerült, de az első a vizsga az még, igen, az még. Milyen eredmények voltak ezek az felkészülési meccseken? Győzelem, vereség, mennyire? Hát vegyes, de igazából ilyen felkészülési mérkőzéseken nem számoljuk az eredményt, hivatalosan nem számoljuk, azért magunkban mindig számoljuk, hogy kikaptunk, nyertünk. Én úgy érzem, hogy pozitív a mérlegünk ezen a területen. Belül a csapat hogy érezte ezt a fölkészülést? Jól örültünk neki, mert a januári úszás, futások után most már örültünk, hogy labdát foghattunk.
Jól sikerült, én úgy gondolom. Kik lesznek a húzó emberek? Kik lesznek, akik a meccseket eldöntik? Hogy látják belül? Hát nem tudom. Több poszton is vagyunk így, akik vannak húzó emberek. Szerintem a kezdő az elég jó. Tehát a kezdő csapatot jobb oldalon, bal oldalon, centerben is erősek vagyunk, hátul is védekezésben, meg kapuba is jók vagyunk, úgyhogy... Hát itt nincs mese, hát akkor itt jó helyen kell végezni a végét. Mi lenne a siker, ha melyik helyet csípnék el? Hogy látja a játékos, az edző? Hát szerintem 5-be, ha bekerülnénk, az már nagyon nagy szó lenne. Hasonlóan. Tehát azért úgy gondolom, fogunk meccseket nyerni. Nem lesz könnyű, mint már említettem. De ha az első 5-be oda kerülünk, az egy jó eredménynek. Első évben, úgy gondolom a 18 csapatos OB1B-ben első 5-be oda kerülni, szerintem jó eredmény. Igen. Most már eltelt egy fél idény. Érdemes volt belevágni a magasabb osztályba? Hát én a játékosok nevében nem tudok nyilatkozni, de magam nevében azt mondom, hogy érdemes volt. Bár úgy látom rajtuk is, hogy élvezik, partnerek a munkában, úgyhogy szerintem érdemes. Hát annál is inkább, mert megúzták a pofozógép szerepet, tehát azért a magasabb osztálynak vették a követelményrendszerét, és én úgy éreztem, hogy azért az ősz folyamán letette a névjegyét a csapat. Szóval azért egyik csapat sem jön ide úgy, vagy fogad úgy, hogy na hát akkor ezen most túl leszünk hamar. Hát reméljük, hogy ez így van, és hát igazából a főiskola hírnevéhez méltóan szeretnénk szerepelni. Ez volt az elvárás, és ezt hát próbáljuk megtartani, hogy ez így legyen. Mennyire lehet építeni a nagy csapattal az együttműködésre? Mennyire szoros a szakmai kapcsolat, vagy esetleg az átjárás? Abszolút szoros. Hát magával a Cetefegerrel. Tehát úgy gondolom, hogy amint már említettem, minden héten játszunk a Cetefeger ifjúsági csapatával. Van 2-3 játékos úgynevezett kettős igazolással, aki oda-vissza játszik a Cetefbe is, meg nálunk is. Ez mondjuk ebből adódnak problémák, nem minden mérkőzésen tudnak jönni hozzánk, de van ez a lehetőség is, és ezzel is teljesen jó a kapcsolatunk. Mind a Cetefegerrel, mind pedig a másik OB1B-es csapattal, az Egri Vízművel is abszolút jó kapcsolatot ápolunk. A Vízművel nincs egyfajta rivalizálás azért, hogy most melyikünk a jobb? Hát úgy gondolom, nyilván a meccsen egészséges szinten, igen. Tehát a mérkőzésen a két úgymond hazai mérkőzés, mert mind a kettőt ugye Egerben játszottuk, persze volt ilyen, de hát ez csak a mérkőzés időszakára van, és utána már teljesen jó a kapcsolat, úgyhogy... Hát akkor nincs más hátra, mint hogy neki a rájátszásnak, és hát minél előrébb végezzen a csapat, kívánjuk, és hát minél többet tudjuk élvezni majd a meccseiket itthon is. Legyenek sikeresek. Köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba, mi pedig akkor a nézőkkel nézzük meg, hogy a hallgatóink mit kínálnak. Programajánlatban a hétvégére következzenek az ő javaslataik.